Lassan eltűnik a vasbetonlelátó is a Bárány uszoda északi oldaláról. Korábban itt állt az a szökőkút, melynek más alata most az érsekkertben látható. A bontás munkálatok egy újabb látványos szakaszába érkeztek, elkezdtük a gépi bontásokat. Ennek során gyakorlatilag az összes meglévő építmény elbontása kerül, úgy a felszíni létesítmények, mint az uszodának az oldallemeze, vasbetonlemeze, illetve a körülötte lévő vasbeton térlemez. Hogyha ezt elvégeztük, akkor utána a földmunkálatok fognak folytatódni. A jelek szerint 1951-ben, amikor ez a lelátó épült, nem fukarkodtak a vasalással, lesz még munka a kiszedésükkel a betonelemek elszállítása előtt. A betonbontási törmelék sem megy veszendőbe, bezúzzák és például útalaphoz használják majd fel. A lelátó után a régi öltöző elbontása következik, most pakolnak ki az épületből. A tervek szerint másfél-két hét múlva indul a medencetér kibontása, majd azt követően a cölöpözés.